macskák után most pedig jöjjenek kutyák, egészen pontosan egy olyan hölgy, aki kutyákhoz kapcsolódó kutatásainak köszönheti tudományos világhírét. Volt már dolga kutyaszerű robottal, sőt még farkaskölykökkel is. Vendégem Kubinyi Enikő etológus. Szervusz, szia! Jó estét kívánok, szia! Ugye nemrég nyerted meg az UNESCO a Nőkért és a Tudományért díját. Mi volt a pontos indoklás? Melyik kutatásodat emelték ki? Ez a díj, ez a Nőkért és Tudományért című díj, ez egy pályázaton elnyerhető díjazás vagy elismerés. Meg kellett mutatnom, hogy milyen tudományos eredményeim voltak eddig, mik a jövőbeli terveim, megnézték a publikációs listámat, és mindez egy szakmai zsűri elé került, az akadémikusokból álló egy 4 tagú bizottság elé talán, és valószínűleg ők egyrészt a kutatásnak a sokféleségét találták vonzónak, vagy érdekesnek, mert jelenleg egy olyan kutatást végzünk az idős kutyákon, amiben genetikusok, idegtudományosnyal foglalkozó kutatók és etológusok is részt vesznek. Másrészt pedig az lehetett még egy fontos pont, hogy én 2 évvel ezelőtt elnyertem az Európai Kutatási Tanácsnak egy úgynevezett starting grantját, és ennek a segítségével alapíthattam egy kutatócsoportot, és ez egy nagyon nehezen kétfordulós, rendkívül kompetitív pályázaton elnyerhető díj volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is sokat nyomott alatban. Hogy tudtad meg a hírt, mert én úgy tudom, hogy nem volt téged könnyű elérni, vagy legalábbis volt valami kis hiba a gépezetben. Rendkívül gondosan összeállítottam ezt a pályázatot, és ugye sikeres is volt. Egyedül a telefonszámomat nem sikerült pontosan megadni, úgyhogy először egy vadidegen embert értesítettek arról, hogy megnyerte ezt a díjat, akinek fogalma nem volt, hogy miről van szó. De hát aztán nyilván az internet segítségével sikerült elérni, és akkor megtudtam én is. Telefonon nagyon örültem neki, persze. Ez tényleg egy nagyon, nagyon jól eső elismerés. Ugye a Senior Családi Kutya program, amire most leginkább fókuszálsz, miről szól pontosan ez a program? Igen, ahogy említetted, én több mint 20 éve foglalkozom már az etológia tanszéken kutyával, és kutyaszerű robotoktól farkasokig sok mindennel foglalkoztam már. Az a pályázat, amire elnyertem a támogatást, az kutya öregedéssel foglalkozik. Tehát minket elsősorban az érdekel, hogy a kutya aggyal milyen változások történnek, ahogy öregszik. Elhoztam Kamillát, aki az én kutyám. Ő 7 hetes kora óta lakik velem, és őt most 2 évvel ezelőtt tanítottuk meg arra, hogy mozdulatlanul feküdjön egy mágneses képalkotó eljárást végző készülékben, egy MRI szkennerben. Akár ő 6-8 percig is teljesen mozdulatlanul tud feküdni, és ez lehetővé teszi azt, hogy vizsgáljuk, hogy az agya hogyan működik, miközben mondjuk például hangingereket adunk neki. Tehát tényleg fantasztikus dolog. Más módon is lehet vizsgálni az agyat, ebben is részt vett már Kamilla. A fejére lemosható ragasztóval elektródákat tehetünk. Istenem. És akkor ő spontán módon ugye elalszik az alvás laboratóriumban, mert 3,5 óra alatt minden kutya elalszik a nagy unalmában. És hogyha alszik, és teljesen mozdulatlan, és az izommozgások, meg a szemmozgások nem zavarják a jelelvezetést, akkor azt is tudjuk vizsgálni, hogy miközben alszik, milyen mintázatok képződnek az agyában. Itt vizsgáltunk például egy úgynevezett alvási orsó hullámformát, ami a tanulási képességgel van összefüggésben, amiben az az izgalmas, hogy egy öregedés során a kutyáknál is, úgy mint az embereknél, először memóriazavarok, tanulási problémák jelentkeznek. Milyen eredmények voltak, amik leginkább számodra is mondhatjuk azt, hogy talán meghökkentőek voltak, vagy legérdekesebb eredmények voltak? Ennek a projektnek még az elején vagyunk. Az egyik célkitűzésünk az, hogy folyamatosan kövessük 120 kutyának az életét, hogy az ő életük során milyen változások történnek. Egy most megjelent vizsgálatunkból viszont egy nagyon érdekes párhuzamok adódnak az emberekkel. Ott az derült ki, hogy az öreg kutyáknál sokkal gyakoribb az egészségügyi probléma, hogyha a kutyák kövérek, illetve valamilyen traumatikus élmény érte őket, akár menhelyen, akár mondjuk elváltak a családtagok, és a kutya új helyre került.
A kövérség az különösen érdekes, mert egy másik vizsgálatból az is kiderül, hogyha például két kutyacsoportot összehasonlítunk, és az egyik 25%-kal kevesebb ennivalót kap, mint a másik, akkor az a kutyacsoport két évvel tovább él átlagosan. Tehát nagyon fontos a kalóriának a visszafogása, különösen idősödés során. És még egy dolgot nagyon érdekesnek tartok, és fontos megemlíteni, az az, hogy építettünk egy kutya agy és szövetbankot. Ebbe ez humán, tehát emberi agybankok mintájára épült, aki úgy dönt, hogy elaltatja a kutyáját, mert már öreg, és ez megváltás a kutyának. Az, hogyha előtte szól nekünk, akkor lehetőség van arra, hogy a kutya hozzánk kerüljön altatás után. És ezeket a szöveteket később molekuláris biológiai vizsgálatokhoz tudjuk használni. Ez sok embernek fontos, segíti akár a gyászmunkát is, hogy tudja, hogy a kutya ilyen formán akár valamilyen módon tovább is élhet. És akkor 3 év múlva még több információt tudhatunk meg, gondolom, az öregedésről. Igen, folyamatosan. Folyamatosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sok sikert kívánok a további kutatásokban, és még egyszer gratulálok ehhez a szép díjhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.